Na menjen innen, én nem iszom alkohol. Na, várjon most, az a rendelet, hogy ihat alkohol. Majd ha nem szabad, az szigorúan be kell tartani. Ne kérem, nekem haza kell, inkább lemondok a reggeliről. Ja, figyeljen! Én fél kézzel 80 kilót tudok felemelni. Én magát ide nem passzírozom. Lefogom, azt majd a nővér ki magába tőz. Na, de, 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 de. Vizet, megmérgeztek, vizet! Na, most már vetkőzik? De mit akarnak tőle az a vetkőzéssel is? Csalkót itattak velem. Na, vetkőzzön, na! Ne tessék, kérem, nekem az a kérem. Ha én kérem, az én kedvemért. Hát jöjjön már be valaki, hát kérem szépen. Ismerj a méltózás az urat? Persze, hogy ismerj, és azt mondja, vissza fog jönni. De csak egy óra múlva lesz vizit. A vizitnek már vége, villás reggeliről volt szó. Jó van, kap inni! De hát hagyjanak már békibe, kérem. Ha jöjjön! Hát engedj egy ilyen nedves rizling, hogy savanyodna meg. Jaj, azt hiszem, ebben az új beteggel sok bajunk lesz. Látszik rajta, hogy idült alkoholista, de egy istenek se akar inni. Sajnos ezek az ugívok a legrosszabb betegek. Alig tudtam belediktálni egy fél pohárkával. Menjen, mondja meg Lajosnak, hogy adjon neki még egy fél deci pálinkát, aztán engedjék szabadon mászkálni. Ha italt kap és nem érzi rabnak magát, akkor biztosan megnyugsz. Igen, így lesz, méltóságos úr. Igen, szűk. Felügyelő úr? Igen, egy Halmosti nevű hölgy járt nála. Hogy az a... Mi? Hogy az nem a nagynénje, hanem a nővére? Igen, csak egyetlen új beteg érkezett. Micsoda? Hát, hát ez fantasztikus. Hát nagyon jó munkát végzett, igen, köszönöm. Na legyen csak nyugodt! Majd én belemegyek ennek az álbetegnek a trükkébe. És amikor nem is számít rá, akkor csapok le rá. Igen, még egyszer nagyon szépen köszönöm, igen. Na, ezt a pimasságot. Felvétet írni!